Hát akkor eljöttünk ehhez a pillanathoz, megkoronáltam ő, 17. pontmesternek, Szalonnai Bannája következik, viszont egy speciális kérdéssel fordultak hozzánk. Valami meglepetés lesz, és gyaníthatóan nem 10 méter magasan fog fölöttünk elrepülő utasszállító, és valami hasonló zaj, hanem valamire készültek, úgyhogy megkérnék mindenkit, kintről a dohányzókat, hogy nyeljék le a cigarettát és jöjjenek be egy pillanatra, illetve mindenkit, aki a büfé ostromolja, hogy valami olyan csoda jön, amit én sem tudok, hogy mi az, de elhiszem Szarcsinak bármit is akar, hogy csoda lesz. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel, és köszönjük szépen Hétmérföldes Kultúrás Egyesület nevében, hogy itt vagytok velünk, és lesz jövőre is fogmásfélet. Szép jó estét, ma este itt már azért másodszor állunk Gombai barátommal, meg Attila is, itt a háttérben, itt már ő is játszott a Fistim zenekarral. Még mielőtt nekilátnánk a koncertnek, az én életemben igazából irgalmatlan, fontos dolgok kötődnek Debrecen városához, és ez most csak növekedni fog ezeknek a száma. Van egy nagyon kedves család, akiknél úgymond ifjúkoromban felnőttem, mint a, megköszönöm a szóvivő barátomnak, hogy csendre intette a népet, és ezek az események úgy azért meghatározzák az ember életét. Ez a család, a Kálmán család, és nem csak nagyon sok finom meleg szendvicset eszegettem, ami azóta is kiválóan meglátszik rajtam, hanem bízom benne azt, hogy cucás barátom Kálmán Péternek a hegedű tanítása is azért némi neműleg még megmaradt a játékomba. Én egy érdekes feladatra vállalkozok itt a mai este folyamán, ilyet soha nem csináltam még, úgyhogy megkérném a család, azt mondhatom, hogy legszebb tagját, Kálmán Borit, hogy egy pillanatra jöjjön ide mellé. És a világot elég rendesen átszeltük, és nagyjából a Budapest 1-es stúdiótól a Washingtoni National Mall színpadáig elég sokat muzsikáltam egy igen-igen kedves fiatalembernek, akit Berec Pisti barátom csak úgy hívott, hogy magyar népi helikopter, mert olyan gyorsan forgatta a két botot, hogy jobban hasonlított a helikopterhez, úgyhogy megkérném nagy-nagy szeretettel Mayer Tomi barátomat, hogy ő is jöjjön ide. Remélem, így jár valamire. Itt van. Ma már láttam, az biztos, hogy beszéltem is vele. Tomika, merre vagy? Csalogassuk ide a... Na, hova lett? Egyszer akarok meglepetést az életbe, aztán most se vagyunk. Hol vagy, Tomi? Gyere! Az, hogy dobd el a cigarettát, nektek is szól. Cigizik egyáltalán? Ja. Letette a cigarettát. Bár én tennék le. Na! Itt vagy, Tomi? Vezdj a koncertet ezzel a... Na gyere, Koma! Gyere! Engedjék előre! Szóval nagy tapsillesse meg Bori után. Tamás barátomat is. Odaadom ezt a mikrofont, akinek átadom a mikrofont egy másodperc erejéig. Sziasztok! Egy másodperccel szeretnék még várni, csak azért, mert az előbb valakinek azt mondtam, hogy nagyon fusson. Cucás volt, és nem megy ennyire már neki a futás. Havaj, ne! Úgyhogy várjuk, hogy cucás is beférkőzzön. Valaki szóljon már ki, hogy cucás jöjjön be gyorsan. Micsoda? Még egy cigi? Ja. Cucás! Bocs! Érdekes lenne, ha jönjön.
meséljek egy viccet? Jó van, akkor gyorsan elmondok egy viccet, lássuk a fiatalok, hogy reagálnak rá. Azt mondja a feleség a férjének, drágám, tönkre ment a szék egyik lába, légy szíves, tedd már ember. Azt mondja, hogy én asztalos. Jó, nem foglalkozik vele. Egy óra múlva azt mondja, drágám, a vízcsap elromlott. Meg tudnád javítani? Mi vagyok én, vízvezeték szerelő? Eltelik két nap, hazajön az ember a munkába, azt mondja, hogy neki, te figyelj! Az igazság, hogy áthívtam a szomszédot, és mondtam neki, hogy ezeket meg kéne csinálni. Azt mondja, hogy megcsinálja nagyon szívesen, de vagy lefekszem vele, vagy sütök neki egy tortát. Azt mondja, remélem sütöttél. Ha mi vagyok én, cukrák? Nagyon reméljük, megyünk el a cukrát. Itt van cukrás? Megkérnénk, hogy jöjjön előre egy másodpercre, muzikus mesterünk. De most nem muzsikáltatni fogom. Táncoltatni. Szóval... Azt mondom, szóval, hogy lesz egy meglepetés. Ez tényleg így van. Aki nem ismerne, én Máját Tamás vagyok, a párom Kálmán Bori. Mi itt táncolok, itt töltöttük el az egész életünket, és számot vezettem az életemben. És tudtam, hogy enélkül a lennélkül nem bírom ki, és vele kell élnem, és Bori... Megkérnénk a családot, hogy jöjjenek ide és öleljék át a gyerkőcöket, hát itt van mindenkinek a szülei is. Egyébként nagyobb szöveggel készültem, de bocsánat, nem bírtam ki, és hát... Majd kint később elmondom el a hadot. Gratulálunk és tudunk ajánlani egy jó zenekart, egy promóciós koncertet. Úgyhogy nyugodtan, aki gratulálni szeretne, közben nyugodtan mehet. Én annyit azért elmondanék, hogy amit most fogunk játszani, a legújabb lemezünkről levő koncert, ami egy felső-tiszavidéki muzsika, Murzsa Gyulának a muzsikája, és azzal akartam legszemélyesebbé tenni, hogy az öreg hangján lesznek fölvezetve a számok. Tehát Murzsa Gyula bácsi hangja fog megszólalni, és mi fogjuk zenével folytatni. Úgyhogy tényleg nyugodtan lehet menni gratulálni, a muzsika meg hadd szóljon. Murzsa Gyula tiszaújlaki született 1933. 10. Hóerőség Nagypaládon, Tiszaújlaki lakos vagyok. És honnan még országból jöttél? Ukrajnából. Thank you.
tésztó böténtől az atli helyén. Na és aztán így mentünk végig a falukon, mondjuk Nagypaládó egészen a Nagyhódosig, majd a Nagyhódos, talán vége, majd nem annyira lomát épülő, úgyhogy olyan 2-3 kilométer, ilyen lassú csárdásokkal, és ott a város már mikor közeledtünk a házhoz fel, ezek a lóták mentek, hogy már mikor már körülbelül 100 méterre voltunk, tehát akkor már ez a lóta ment, hogy nagyon istenőleg anyám jó estét, és már mikor körülbelül 50 méterre voltunk, akkor valóan a lótával kérdeztettünk be, hogy mi is ki van a falattól. És egy pásztor mondta, nem teszed be mondjuk egy pásztor valamelyik? Pásztor mondta? Hallom, hogy én muzsikálok. Hát igen, mindjárt hallom, hogy az én muzsikám folyik. Hát mondom, hogy ki az?
mondják, ha tudunk, hogy milyen zenekar. Hát a Péter falusiak azt mondja. A pár gyerek meg a valami együttes mondtak, hogy vele. Oda megyek, már megnézem. Hát oda megyek közelébe, oda mentünk, hogy pont az öcsémit hallunk Moszkvába. Azt mondja, te ez Zola, hogy hasonlít a te muzsikádhoz, azt mondja, ez a muzsika. Ugyanazok a cifrákkal, azt mondja, és azokkal a betétekkel, amit te csinálj. Hát akkor lehet, ez mondom, Pisti, az én barátomnak a fia. Köszönöm, hogy megtaláltad!
ez az első, amit hozom kembe, az én muzsikáltam, az olyasmi, mint egy hallgató, de ez tempó mélynek is ráadok. Szól a kakas már, én a papok énekelem. Ezt is, meg aztán azt mondja. Thank you.
Thank you.
Thank you.
muzsikálok, akkor elfelejtem, hogy 68 éves vagyok. Ezért érdemes muzsikálnak. Mi fogunk muzsikálni, tehát nagyon messzire ne menjenek. Egyébként akinek ennek a lemeznek a muzsikája megtetszett, majd koncertitán meg tudja ezt keresni, nála lesz pár darab. Akkor még egy nap, de akkor viszont tényleg mindenki, ahogy bír, csak énekelje. Negyed óra után folytatódik.